Az időjárás függvényében várhatóan június 15-e és 19-e között kezdik el azokat a növényvédelmi kezeléseket, más szóval permetezéseket, amelyeket Hajdúnárás városi önkormányzat végeztet az éjszakai órákban a város közterületein és zöld felületein lévő fásszárú növényzeteken a kártevők elleni védekezés érdekében. A részletekről Gombos Dániel városi főkertész adott tájékoztatást. Június 15 és 19-e között fog időjárástól függően zajlani ez a permetezés az éjszakai órákban. Elsősorban a fásszáró növényeknek a védekezésére próbálunk koncentrálni. Természetesen ugye érő gyümölcsöket nem permetezünk, és a kijutatott szernek az élelmezés egészségügyi várakozási ideje is 0 nap, úgyhogy nem kell megijedni, semmilyen komoly szert nem fognak kipermetezni a kollégák. Elsősorban levéltetvek ellen fog zajlani ez a védekezés, ugye jelenleg azok okozzák a legnagyobb problémát.